Péter Mátyás vagyok, Kápolnású 252 szám alatti lakós, kémiparos szakember. Marosvásárhelyen tanultam a szakmát, és majd ottól arrafelé dolgoztam. Egy kicsit a Kápolnás falu, mivel hogy a Varhita lábánál helyezkedik el, itt a megélhetés a fából, a mezőgazdaságból nagyon kevés jött, fából is a Vlécai Vasdárnál dolgoztak sokan. 1941. december 30-án volt az államosítás, annak előtte vízi fűrészükön vágták röntgő a deszkát. Itt úgynevezik homorúglokából, több fűrész volt felállított, 5-10 ember összetársult, építettek egy fűrész, azon vágták a jogokra, a közbirtokosságban voltak jogok, annak kaptak tőkét, fát, azt kivágták egy lapos vízi gáter lapon. Tehát vízzel működtetett gáter, egy lapos, azon vált. Na aztán jött a háborúnak vége lett, jött 47. december 30-án a államosítás, akkor a fűrészek leálltak, minden leállt, ami magán kézben volt. Közbirtokossal megszűnt minden, akkor stagnált a jó nép. Na aztán 59 körül elkezdtük az egylapos, fuszulka gőzös lappal vágni önből a deszkát. Egylapos ráterek. Az úgy működött, hogy a tőkét nem nagy tőkét, csak a 30 centi körül, itt azt meg kellett képokat faragni. A bütyin feljegyződött a szóros deszka, akkor feljegyződött, megsújtódott hossza, és azt elhelyezték két darab, két méteres kecskére fent. Elhelyezték, és akkor egy volt alul, a másik fent két foszmideszkán a kecské, és úgy húzták, addig, amíg hosszan mentek. És utána következő. Tehát ez volt az egylapos fuszulykot gőzes ráter. Na aztán 1964-ben meglett a villany, és akkor már akik asztalosok voltak, ugye jártasok voltak ilyen faiparban, hát ők aztán háromfázisos matrocszeréltek, és aztán majd 70 körül kezdődött a cirkulával való vágás tőkének. A cirkula asztal tetején kellett tolni, emelni, taszítani, és úgy vágták a deszkát a tőkében, az se szabad. Ott is a milicista járt, meg büntette a népet. Na hát ez a cirkula ment, aztán akkor egy kicsit 10 évvel később kezdtünk egy kicsit könnyíteni, akkor voltak feltalálták a kétlapos cirkulát, azt nem én találtam fel, de csináltam én is. Nagy ezeres lapú, vágtunk deszkát vele, gerenda, épületanyagot, mindent, csak nagyon sok mosztot csinált. Akkor jöttek a kétlaposok, az is összeforgó két lap egymás fölött. A kisebb tőkét az egyik lap vitte, de a nagyobb tőkét már két lap kellett dolgozni. Az nagyon sok mosztot csinált. De aztán lett a széldöntés 95-ben, november 5-én, fa volt rengeteg, aztán ne félj erdőlés, ne félj két lapos, ott volt moszt, a faluk körbe kerege mosztal meg volt rakva. Na én akkor már kezdtem törni az agyomat, előre láttam egy kicsit, hogy itt valami van kell kitalálni, hogy a fa ez a széldöntés. Lezajlik az erdő, lement, és aztán a fa megszűkül, megdrágós, még el is fogy. Na hát az úgy is lett. Én aztán nekiálltam, és kiterveztem a 90 éves évek végén szallagfűrészt. Valamit olyan tervezünk, ami kevesebb mosztot csinál a kapun belül, hogy maradjon meg a deszka. Egy közepes tőkéből megmarad egy száll deszka, pluszban biztos a moszt helyett visszamarad egy száll deszka. Nagyobb tőkéből visszamarad két száll deszka. Két száll deszka fedezi az áramot, fedezi az embert, aki dolgozik rajta. Értik? Plusz a mosztot nem kell elvigye. Nos, így aztán kiterveztem a szallagfűrészt, akkor még az elsők stabilok voltak, tehát állott a gép, és csillén, szekérön toltuk a rönköt. Na aztán azt csináltam egy-öt évig, aztán jött egy illető, azt mondja, hogy Magyi, nekem rövid a hely, 6 méter helyen van, csinálj, légy szíves, mozgógépet. Na, én aztán akkor mozgógépet kellett tervezzek, más kellett tervezzek, és kiterveztem azt, hogy akkor így, hogy egy hajtsuk ügyesen, ott a karom megmutatom, aztán úgy
halad előre a gép, és vágja a rönköt, szeli a deszkát. Aztán így lett a gép kitervezve. Aztán sok este én rajzoltam, egy a kettőt lerajzolgattam, és akkor megint, még hát a nagyon kezdetleges volt az első, hát az nem is hasonlított ehhez, de hát az első mindig a nehezebb, ki kell tervezni, ki kell találni. Aztán korszerűsítettem úgy, hogy jelenleg ez a gép, amelyik itt a hátomnál van, ez egy méteres fa is elfér benne, tehát a normál gép 85-ös megye, ebben elfér egy méteres, tehát 15 centivel szélesebb is, magasabb is, így rendelt az illető. Nos, ez olyan amúgy, hogy nincs villany ott az illetőnél, aki rendeltes, ez benzinmotorral fog működni, viszont felszereltem villanymotorra is. Majd, amikor lesz villanyok náluk, akkor csak a szíjat átteszi, feltesz egy motrot, és már működteti villannyal is. Tehát két élt. Benzinmotor, villanymotor. Aztán így néz ki a gép maga. Tehát ez a gép úgy van tervezve, megoldva, hogy benzinmotorral és villanymotorral. És a villanymotornak itt van a helye, ügyesen ide fel volt pászítva egy villanymotor, csak levettem. Úgy a helyére felteszi, spanolja meg ugyanazzal a szíjjal, itt a tárcsa, ugyanazzal a szíjjal hajtsa meg. Majd amikor villany lesz az illető település. Az anyag vastagságnak a beállítása úgy történik, hogy ezt a kart forgatom, egy fordulat, egy centi tereszkedik alá alatt. Tehát akarok vágni egy cóst, az 2,5 centi. 1 centi, 2 centi, 1,5 centi, és egy nagy, egy negyedet ráadunk a lap vastagságának, mert valahol ős elkemény. Tehát 2,3 fordulat, és ebből lesz egy cólos deszk. Na most várunk egy fosznit, mert úgy nevezünk foszni az 5 centis. Fordítunk 5-öt, és egy negyen. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, és egy negyen. Így. Ebből lesz egy foszni például. Vagy ha egy 10-eset akarok, akkor 10-et fordítok, és egy negyenet van. A negyenet mindig hozzá kell adni, mert hát a lapnak is van a lelki. Jaj. Tehát egy annyit a használatáról, hogy aki tud dolgozni, megfenni a lapot, tehát lap, lap és lap, az egyenöset vág, és nem szakad a lap. Itt van egy 45 széles lap volt, ez valamikor egyszer sem szakadt el se, 21 mm-re le van. 21 mm, tehát nem lehet fenni vége, de azért van eldobva. Itt a belső szomszédok használták. Tehát nekik a lap se szakadt, és az anyag is egyenes volt. A síha egyszer be van állítva, akkor a lap, lap és lap. Tehát ez az úgynevezett Fuszújka gőzes gáttér. Ez két ember húzta egyik alul, a másik a 2 méteres kecskék. Félje, lesfél. Ezzel vágtuk 59-ben, én magam is vágtam ezzel 1959-ben. Deszkát. Na ettől eddig a fejlődés. Azt mondja, hogy a rönknek a megfogatása, ez tulajdonképpen egy pócsín, a fősín az ott van 6 méteres, ez egy pócsín 3 méteres, hogy tudjon 7 métereset is vágni, 7-8 között tud vágni. Ma az alapsínen a 6 méteresen azon csak 4-et felett lehet kivágni. Amennyit hozzáadunk, az már mind hozzájön, tehát 7-et felett ki lehet vágni. Ez a pócsín, ez van itt ma a másik. A rünknek a megszorítása úgy történik, hogy ide a rünköt beteszi, neki nyomja a kapucsnak, és a másik kapucsnak neki közelíti, például itt van a rünk, megszorítom, és akkor belehúzom így ezek a fogok maga előtt helyet csinálnak, és belemégy, hogy megtartsa nem az amikor tőkét kivágta, itt benne marad egy fél kör. Egy ilyesmi csak magasabb. Így. Ez.
szeretném, hogy egy ilyesmi marad meg. Ezt úgy tudjuk kivalni kis gyújtói végig, ráteszünk a rátétet, és akkor ezt megszorítsuk, persze az, az ugye magasabb, és akkor vágunk. Ebből kijön, nem ebből van, nem a magasabbból kijön 2-3 szál deszkomitát. Zéróról ki lehet vágni a rönket. Ezt így rá kell fordítani, maradékokat. Mindig így tudom. Úgy. Anyákat rárakjuk.